És talán mindenkit. Talán lesz ilyen napi livestream. Most ilyen telefonon át. Nagyon sok minden téma lehet. Ez a szokásos téma. Milyen sok minden van, ami nem lehet hozzá ördög befolyásolása. Az ördögöt nehéz legyőzni. Az ördög mindent megtesz, hogy minél kevesebbet hasznom legyen. Legegyszerűbben úgy lehet tudni, hogyha semmilyen féle terméket, se szokást nem lehet követni róla le. Ilyen egyik legnagyobb elterjedt szokása tévé, filmek nézegetése. Virtuális világja, közösségi oldalak, mind-mind a zöldöknek a műve. Főleg ez a Google kereső is egyre jobban hűítés szinten van. Nem azon van, hogy minél értelmesebbet adjon, hanem minél több. Minden, amit meg lehet venni, egyszerűen feleslegesen van felezgetve, egyre jobban csak károsít. Hatásai vannak neki. Nagyon sokan. Jaj, a Google mindent meg lehet találni. Nagyon jó. Közben meg egyre jobban károsabbak, annál jobban károsít. Jaj, de nem. Ilyen. A Google kereső. Jaj, a filmek, a sorozata. Egyéb. Mások. Minden. És itt van a virtuális világ. Oktatás, sportot, ipari intézményeket. Van írva, űrkutatásokat. Mind-mind. Károsak. Az egészségre nézve. De ilyesmikről nincsen. Abszolút se. Szó. Jaj, mi lesz? Mi lesz veletek? Mi fog történni? Hogy egyszerűen nagy hűtés az egész. Mert az igazi hasza nem abban van. Jaj, a másik, nézd a másikat. De nem, másban van. Mint úgy, mint a legfontosabb az örök harcot felejtettem el. Lehet nézni, milyen. Dadd ki az örök harcot. Örök. Harc. Helyette ilyen szokás szerint ilyeneket ad föl a Adi Endre költészete, ha van-e. Menjek vele, hogy ilyesmire képes csak. Jaj, egy örök harc. Ne. Ezek is voltak. Lehet nézni komolyabban, hogy mit is tesz ki. Milyeneket. Jaj. De nincsen komolyabbak. Addig kell minden tenni, amíg meg lehet. Erről is volt már szó egyéb más livestreamekről. Milyen téma is legyen. Rengeteg minden témák voltak. Voltak már, folyton, már nem ugyanazok. Most ételezzünk fel a helyzetet, hogy gyorsan pénzt akar valaki. Akkor mit tegyen? Mibe is kell? Fektetni! Jobb kamerába, kamera. És már is lett sok pénz. Attól függően, hogy milyen. Mire is kell? Vannak drónok, ami nagy értelme nincsen, meg ennek se, nem ennek van jobb. Itt van, na, talán tudtam volna a pénzemet. HDR-es kamerába jobb minőségű képek lettek volna, videók is, minden más olyan lett volna, de nem! Helyette egy 20 eurós
Kézi kamerába. Jaj, de jó. Kamerázik. Annak az volt a jele, mennyire is gyenge az agya, mert a gyenge agynak megfelel a rossz szemcsés képek. Na, rendes sáv. Kamera. Már is már. Jóval sok több minden tud tenni. 50 megabites sávszélessége van neki. 26 milliméterig. Image, CMOS. És itt vannak, hogy mikre is képes fotográfra. Nem pedig lent egy ilyen ócska kis kínai GoPro utánzatokkal. Semmi nagy értelme nem volt neki. Semmi se. De kellett valakinek. Jaj, de jó. Vannak a GoPro, meg van a GoPro. Utánzatok! Nikák. De semmit nagyon nem érnek. Sokkal többet ér ez a kézikamera. Ezek a kis packok. Attól függően, mire is van pénzszerzés szempontjából. Nézzük meg a kamerák. Nem veszek kamerát. Nem kamerázok, mert nagyon félek. Minden meg tudnak majd rólad. Vannak ilyen rossz hozzáállások. Nagyon félek, nagyon, nagyon félek mindentől, nagyon, jaj, jaj. Az obból jóformán semmire se nem fog menni. Mindig, de a legfontosabb az örök. A harc, nem pedig lenne az ördög művénynek. Bedőlni! Az ördög a sok helyen jelentkezik. Az ördöggel fel kell venni a harcot.